Fejlődő Vasmegyer. Legutóbb az orvosi rendelő felújítására pályázott sikeresen az önkormányzat, 115 millió forintból korszerűsítenek. Kevesebb lesz a lengyel alma, jobbak a magyar alma esélyei a világpiacon, mint tavaly. Megkezdték a cápák, sok új arccal vágott neki az új idénynek a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Heteken belül elkezdődik, és a tervek szerint még idén befejeződik Vasmegyeren az orvosi rendelő korszerűsítése. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az épület felújítására 115 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert az önkormányzat a TOP Pluszban. Szintén Európai Uniós forrásból nemrég az eddig aszfaltozatlan Vasvári Pál utcát látták el szilárd burkolattal, a közlekedési feltételek javítása pedig a közeljövőben is fontos célkitűzése az önkormányzatnak. Fák takarásában az orvosi rendelő épülete a csaknem 1800 lelkes Vasmegyeren. A településen egyházi orvos fogadja itt a betegeket, teheti ezt néhány hónap múlva sokkal korszerűbb és esztétikusabb környezetben. De nem csak emiatt fontos a fejlesztés, a kivitelezést követően az épület sokkal energiahatékonyabbá is válik, ami csökkenti az önkormányzat kiadásait, mondta el Abinéri Krisztina polgármester 35 perc című műsorunkban. Elsősorban kiemelném a fűtés korszerűsítését, mert nagyon elavult a fűtésrendszerünk, és az elmúlt években komoly problémát okozott a fűtés, a kazán karbantartása, ami mellesleg nagy anyagi terhet is rótt az önkormányzatra. Ennek a pályázatnak segítségével teljesen megújulhat a fűtéskorszerűsítés, új kazánok, radiátorok kerülnek behelyezésre. A belső felújítás tárgyát képezi még ezen kívül a villamoshálózatnak a korszerűsítése, felülvizsgálata, ledes lámpatestek behelyezése. Az energetikai korszerűsítésünkhöz hozzátartozik még napelemrendszer kiépítése a tetőszerkezetre, illetve külső lábazati, fali és födémszigetelést is kapna ezáltal az épület. A 115 millió forint értékű TOP pluszos támogatásnak köszönhetően pedig új eszközt is kap a rendelő, így a lakosoknak helyben elérhetővé válik a méhnyakrák szűrés is. Ez pedig már a Vasvári Pál utca, amely az egyike volt annak a négy utcának a településen, amely nem rendelkezett szilárd burkolattal. Egészen idáig az aszfaltozást és a vízelvezetés szintén TOP pluszos forrásból sikerült kivitelezni a településen. További fejlesztési tervek pedig bőven vannak az önkormányzatnál. A közeljövőben említettem, a játszótér építése fog megkezdődni, a közvilágítás korszerűsítése is hamarosan megkezdődik. A legnagyobb tervünk és álmunk a hiányzó három érintett önkormányzati útnak a szilárd burkolata lenne, ami egy kicsit nehezebb feladat, hiszen keskeny szélességű utakról beszélünk, ahova építési engedély nem kapható, tehát így a pályázati lehetőségek is beszűkülnek. Igen, ezen kívül hatalmas nagy álom még a fő utcánk, a Kossuth utcán, nagy átmenő forgalom miatt borzasztóan szeretnénk egy járdát építeni. Itt hasonló a helyzet, hogy a szélesség nem mindenhol adott, úgyhogy nagyon nehéz lesz a végére járni. Fontos célkitűzése még az önkormányzatnak, hogy felpesdítse a közösségi, kulturális, közéleti életet a településen. A tapasztalatok szerint ugyanis ilyen kezdeményezésből kevés volt az utóbbi években. Emellett a fásítás és a község szépítése is a tervek között szerepel. Ez azt is segítheti, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését, hogy lehetőség szerint minél nagyobb számban telepedjenek le a kis településen. Megérkezett Houstonba az Axiom Space AXFOR küldetés teljes legénysége, köztük a nyíregyházi kapu Tiborral, számolt be róla az MTI.
Az Axiom Space hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy Magyarországgal, Lengyelországgal és Indiával partnerségben a három nemzet egy-egy űrhajósát küldi fel a nemzetközi űrállomásra következő küldetése keretében. Kapu Tibor június közepén volt Televíziunk 35 perc című műsorának vendége, amikor beszámolt arról, hogy néz majd ki felkészítésének utolsó fázisa az Amerikai Egyesült Államokban. Megkezdődik majd a küldetés specifikus tréningünk, ez az Axiom Space nevű magánvállalat nyújtja nekünk. Felkészítik azt a négy embert, amik közül az egyik én vagyok, aki majd abban az űrkapszulában ül, és elkezdi a hajszáját az űrállomás felé, majd dokkol, majd elvégzi fent a kísérleteket, illetve kiképzik persze Gyulát is és egyéb tartalékosokat, akikről még egyébként sok mindent nem tudunk. Aztán meg lesz határozva valamikor a felbocsátásnak, a startnak a dátuma, ezt sem tudjuk még pontosan. A idén év vége a leghamarabbi verzió, és jövő év első vagy második negyedéve, ami még, sőt, talán még inkább szóba jöhet. Közel 100 000 tonnával lesz kevesebb a betakarított alma mennyiség 2023-hoz képest. A hazai étkezési igényeket azonban így is meghaladja a termés. Ez az adat jelenleg 12 kg egy főre vetítve. A lengyel termőterületekről viszont idén akár 1,5 millió tonna termés is hiányozhat, ez pedig a léalma felvásárlási árát növeli jelentősen. Tavaly mindössze 38 forintról indult, idén viszont 60 forint fölötti árral számolnak a termelők. Az alma a legtöbbet termelt gyümölcs világszerte. Az elmúlt bő 50 évben megötszöröződött az alma mennyiség. Az Európai Unió termelése azonban becslések szerint közel 500 000 tonnával csökkent a megváltozott klíma miatt. Más a helyzet Kínában, ahol bár ugyanúgy csökken a termőterület, mint az EU-ban, a terméshozamot tudják növelni. A magyar piacnak azonban emiatt nem kell aggódnia. Az ország alma termelő területének kétharmada, körülbelül 15 000 hektár vármegyénkben található, ez pedig elegendő almát termel. A belföldi igényeket meghaladja az étkezési alma mennyisége, és ezzel némelyik években problémák is vannak. Mi akkor kerülünk jó pozícióba, ha Lengyelországban 1,5 vagy 2 millió tonna kiesik a termelésből, mert egyébként ők itt szeretnék a felszabadult mennyiséget értékesíteni, és ez nagy piaci zavart okoz, úgy, hogy nálunk megterem minden évben, sőt, még azt mondhatnánk, hogy több is, mint az egy szükséglet. Most egy 120-150 000 tonna körülbelül az, amire az országnak szüksége van, és hál' Istennek 200-at is meghaladja az étkezési minőség itt Magyarországon. A világpiacnak majdnem harmadát a lengyel alma adja, idén azonban akár 30%, vagyis mintegy 1,5 millió tonna termés is hiányozhat. Magyarország alma termelése egy jó évben eléri a 500-550 000 tonnát, és a Magyarországon a érkezési célú a 100-120 000 tonna. Nagyjából ennyi, amit előállítunk, és ennyi, amit ugye a magyar emberek megesznek. Egyfőre jutó alma fogyasztási 10-12 kiló, szóval ha nincs export, nincs import, akkor minden magyarnak jut elegendő mennyiségű alma a magyar termésből. De nem csak az étkezési alma termesztése jelentős a vármegyében, körülbelül ugyanakkora arányban van jelen a léalma is. Az egyik feldolgozó üzemben például már holnap elkezdődik a léalma felvásárlása, és a megye többi üzeme is napokon belül megkezdi ezt a folyamatot. A korai tavasz miatt ugyanis korábban érik be a gyümölcs, vannak fajták, amik már hullanak. A szakemberek azt mondják, a sokak által ismert és kedvelt Jonathan fajták is jóval korábban érnek majd. Az október helyett már szeptember elejére várják a termést, és ugyanez a helyzet a többi fajtával is. Még mindig az időre meghatározó, hiszen annak a termesztése az egyik, hát nem azt mondom, hogy könnyű, de attól függetlenül, de egy termés biztos, a tárolása jó tárolható, megbízható a termésnek a nagysága, és ezért a termelők szeretik is természetesen, de itt vannak azért az új fajták is, a Red Yona Prince-ek, a Starkingnak a különböző klónjai, ugye a Yona Goldnak a különböző klónjai, ezeket is most már termelik a megyében több helyen.
Az új fajták termesztése időnként új technológiákat és új területeket is igényel, és sok korábbi ültetvény is felújításra szorul. A növekvő termésmennyiséghez pedig újabb tárolókra és feldolgozó egységekre van szükség. Éppen ezért a kormány új pályázati lehetőségekkel segíti a hazai agrárium megújítását. Ennek pedig kiemelt területe a kertészet. A kertészet ültetvény telepítés pályázatnak a meghirdetés időszaka, amikor kezdődhet ennek a benyújtása, fizikailag megkezdődik elektronikus úton a kéremek benyújtása, szeptember 10-től érhető a gazdálkodók számára, egy 25 milliárd forintot meghaladó keretösszeggel kerül meghirdetésre. Míg az üveghűtőházak, fóliaborítású növényházak, burgonyatárolók létesítésére szeptember 24-től nyílik lehetőség egy 50 milliárd forintos keretösszeggel. Addig is az almatermesztők bíznak abban, hogy az időjárás már nem szól közbe, és a jelenleg várt almatermést tudják majd szüretelni. Több Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormány ablakban szünetel az ügyfélfogadás a következő napokban, olvasható a kormányhivatalok.hu weboldalon. Nyíregyházán a Hősök tere 3 alatt működő gépjármű ügyintézési ponton augusztus 8-án csütörtökön, augusztus 13-án az állomástéri, 15-én a rakamazi, augusztus 22-én pedig a Mária Pócsi kormány ablakban nem lehetséges majd ügyeket intézni technikai okok miatt. Az adott napokon a megjelölt kormány ablakokon kívül mindenhol fogadják az ügyfeleket. Idén immár 5. alkalommal rendezik meg Csengerben a Csak fesztivált és workshopot Eszenyi Enikő szakmai vezetésével. A kurzus ideje alatt a résztvevők megismerkedhetnek a modern kreatív alkotó folyamatok sajátosságaival. Hétfőn a közönség a Viola című rövidfilmet láthatta, amelyet egy évvel ezelőtt kolozsvári egyetemistákkal forgattak a workshopon. Eszenyi Enikő 5 évvel ezelőtt hozta létre szülővárosában a Csengeri Alkotóközpontot, amely magyar és határon túli fiatal művészekkel és pályakezdőkkel foglalkozik. A színművész missziójának tekinti a fiatal generáció tanítását, és büszke a hallgatókra, akik közül többen évről évre visszatérnek Csengerbe. Nagyon hálás vagyok a csengeri polgármester úrnak, Forján Zsoltnak, aki szívén viseli a Csakot, és rendelkezésünkre bocsájtották ezt az épületet, ahol én már 5 éve tudunk működni, és rengeteget segítettek bennünket abban, hogy fejlődjünk folyamatosan kívül és belül is. Az 5 év alatt nagyon sok hallgató fordult meg nálunk határon, innen és túl. Rengeteg híres alkotó, művész lépett fel, illetve tartott előadást. Ez az 5. Csak, ez azért nagyon izgalmas, mert most van a legtöbb hallgatónk. A világ sok pontjáról jöttek. Sasó Dimoszki Észak-Macedóniából érkezett, a Velesi Nemzeti Színház igazgatója. Már 3 éve tanít Csengerben, idén Kertész Imre Sorstalanság című művét dolgozza fel a hallgatókkal. The first one was more theoretical. We were discussing and creating concepts about theater installation. Az első év elméleti volt, színházi installációkkal foglalkoztunk, a másodikban tavaly költészetet állítottunk színpadra, az idén pedig prózát. Ez egy speciális terület a számomra, hogy csodálatos, kreatív és szorgalmas emberekkel vagyok körülvéve, és ez egyáltalán nem gyakori, hogy ilyen emberek társaságában lehetek. Hétfőn a Viola Presso című rövidfilmet láthatták a nézők a Csakházban. A forgatás tavaly nyáron zajlott a workshopon. A szereplők Eszenyi Enikő, Aszalos Géza és Konics Olivér, a filmrendezője Lukács Gergely, operatőre Paszterkó Viktor volt. A Csengeri Alkotóműhelybe a közönség is bepillanthat, és számos kísérő rendezvénynek is részese lehet. Az elmúlt napokban fellépett többek között Molnár Piroska, Csonka András és Járai Mátéval közös estjén Eszenyi Enikő, valamint bemutatkoztak a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói is. A kurzusok bemutatóit augusztus 10-én szombaton láthatja majd a közönség.
Idén Nyíregyházára érkeztek az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia résztvevői. A házigazda Bene János azt mondta, az ötnapos tábor célja, hogy a diákok megismerkedjenek egymás szülőhelyeinek értékeivel, emellett pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg épített kulturális, valamint természeti örökségébe is betekintést nyerjenek. Fiatalokkal telt meg a Vármegyeháza díszterme, akiket élőzene köszöntött Nyíregyházán. Megkezdődött a 28. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia, amely ezúttal a Nyírségbe várta a fiatalokat. A Honismereti Szövetség elnöke azt mondta, a diákok pályázati úton kerültek be az ötnapos táborba, ahol a résztvevők elsősorban saját lakóhelyük természeti kincseiről fognak előadni. Azért tartjuk, hogy erősítsük a lokál patriotizmust, a patriotizmust a diákokban, hogy felismerjék, megismerjék a saját hazájukat, hogy tudatosodjon bennük, hogy ez az övék, nem csak az őseiké, akik létrehoztak rengeteg értéket, hanem az övéké is. Tehát ez a miénk érzés, ez az enyém érzés is kialakuljon bennük. Mert ha ez kialakul, akkor tényleg megerősödnek a gyökerek, és akkor ők is hozzátesznek ahhoz majd a civil életükben, akár értékmentés kapcsán, akár csak a legkisebb környezetükben. A megnyitót követő napon a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban találkoztak a diákok, ahol kis előadásokat tartottak egymásnak. Szűcs Roland mezőgazdasági gépész tanuló Kenderesről érkezett, a Horthy kastély mellett a térségre jellemző szántóföldi kultúrát mutatta be a közönségnek. Tábort azért is választottam, mert ugye a harmadik alkalommal vagyok, aztán jó a közösség, meg azért megtudhat érdekes dolgokat az ember. Azt, hogy Kenderes, hát azért egy elég izgalmas város, történnek minden nap dolgok, nem csak úgy a humán területen, hanem úgy az ott élők is izgalmasak, úgymond. Kerékgyártó Áron és Gomány Hunor bükkábrány nemzetközi szinten is jelentős őskori leleteiről, valamint a város bányászmúltjáról mesélt a hallgatóságnak. Az előadásukra több hónapon át készültek egy kisebb stáb segítségével, felnőtt szakembereket is meginterjúvoltak a kutatott témákban. Mindketten bükkábrányban tervezik a jövőjüket. Nagyon fontos, hogy a vidékeken megmaradjanak a fiatalok, mert a nagyszüleink ott vannak, szüleink ott vannak, de hát ők ugye vinni kell tovább a családi vonalat, meg mindent, a településnek a színvonalát is, meg szintén nagyon fontos, hogy az emlékeket, ami az ősfa, a kis fickó és az a agyagszobor, az is, hogy még tovább, hogy világszenzáció legyen az is, nem csak az ősfa. Az ősfa Kínából jöttek, szerkesztők csinálták a interjút, angolok, úgyhogy nagyon érdekes volt, és szeretnénk bükkábrányban lenni tovább is vinni a vonalat. Bene János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Honismereti Egyesület elnöke szerint a tábor nem csak rövid, hanem hosszú távon is formálhatja a gyerekek gondolkodását, és akár közülük kerülhetnek ki a jövő érték megőrzői. 8 érték van, tehát épített örökség, szellemi örökség, a környezet, a táj, a sport, a gasztronómia, mint örökség. Tehát rengeteg minden van, és ugye hála Istennek ezekben sok minden érték is előkerült, hiszen a Vármegyei Értéktár, a mi értéktárban már eddig több mint 200 van. A Városi Értéktárban, hogy Kovács Ferenc polgármester mondta, hogy ott 68 érték van. Ez széles skála. Na most mi úgy gondoltuk, hogy itt tulajdonképpen a természetértékek a fő csapás, ha így fogalmazhatok ennek a tábornak, de mi szeretnénk megmutatni, ez a rövid 5 nap alatt, mert nem sok ez tulajdonképpen, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye értékeinek a szélesebb skáláját. Bene János hozzátette, Nyíregyháza épített öröksége, valamint a sóstó megismerése mellett a diákokkal ellátogatnak majd a Vármegye nevezetes településeire. Így Kállósemjénben megtekintik a Kállai kúriát, Nyírbátorban a középkori templomokat, Cégénydányádon a Kölcsei Kende kúriát és ősparkot, Mátészalkán a Szekér Múzeumot, Vaján a Vajai Várkastélyt, Baktalóránt házán a Degenfeld kastélyt és annak parkját. Mindez azt szolgálja, hogy a táborlakók nagyobb betekintést nyerhessenek Szabolcs-Szatmár-Bereg értékeibe. Hét
Hétfőn a felmérésekkel hivatalosan is elkezdte a felkészülést a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Meri Mekmenovics vezette szakmai stábban és a játékos keretben is történtek változások. A magyar kosarasok a 3x3-as válogatottal Katowice-ben szereplő Tarján Izsák kivételével valamennyien ott voltak a Continental Arénában. A kék cápák amerikai légiósa, a 23 éves irányító Tyrek Locour a hétvégén csatlakozik a csapathoz. Mind a szakmai stábban, mind a játékosok között sok új arcot lehetett felfedezni a kék cápák edzésén a Continental Arena küzdőterén. Az állandóságot Merin Mekmedovics képviseli, akinek munkáját Szobi Dániel, Vaskó György és Demeter Ádám segíti. Tarján, Végső, Magyari, Glac, Nagy és Bonifert az előző szezonban is nyíregyházi színekben játszott. Hozzájuk csatlakozott a Debrecenből hazatérő NKK nevelési Orosi Bálint és Hibián Máté, a MASZ-tól érkező Komba László és a legutóbb Pécsen szereplő Bolyos Mateja. A 12-es keret tagja lesz a saját nevelésű Verebélyi Áron, az irányító posztra szerződtetett Tarjik Locour pedig a hétvégén csatlakozik a csapathoz. Igazolás alapján lehet látni, hogy egy olyan fiatal csoport, úgy, ahol valahogy beszéltünk a Mohával, hogy kell csinálni egy koncepció, amiben vannak fiatalok, amiben vannak a nyíregyházi fiatalok, amiben vannak a játékosok, akinek a munka ez legfontosabb, és fejlődés, egy ambiciózus program. Szerintem amerikai gyerek, aki jön tizedike, ugyanaz fajta lesz, szerintem először jön Európába, és ez is olyan fiatal játékos. Sok munkával akarunk elérni, hogy legyen olyan jó kosárlabda játszó csoport, érdekes legyen a közönségnek is, a mindenkinek, aki szereti ezt a klubot. Sok munka lesz, de fejlődés nélkül az nem lehet csinálni a munkát. Tudunk nagyon jó, hogy kétfajta csapatok vannak. Akinek van pénz igazol, az is egy út, és van a másik fajta, aki nevel, és hát csinál egy olyan pozitív program. Bonifert Bendegúz 26 évesen a legrutinosabb játékosnak számít a nyíregyházi csapatban, így neki kell vezérszerepet betöltenie az öltözőben és a pályán egyaránt. A 2 méter magas kosaras készen áll a feladatra. Egy teljesen új szezonnak nézünk elébe, teljesen új csapattal, de a koncepció az maradt. Ugye, mert én ugyanazt kéri tőlünk, ugyanazt a játékot nagyjából, mint tavaly, viszont szerintem erre olyan szempontból atletikusabb és fiatalabb csapatunk van, akik ezt a pörgős, futós játékot remélhetőleg majd jobban tudjuk összehozni. Várom az új szerepet, nem nagyon voltam még szerintem ilyen szerepben karrierem során, hogy a legidősebb játékos legyek a csapatba. Élvezem eddig, és készen állok rá, hogy bizonyítsunk, és bizonyítsak én is. A nyíregyháziak 3 heti kemény edzés után augusztus 23-án és 24-én Debrecenben játszanak edzőmeccset. Azt követi egy Tiszaújváros elleni találkozó, majd szeptember 6-án és 7-én a Sitkó Ernő emléktornán az átcsoportos Honvédot, Paksot és Debrecent látják vendégül Bonifelték. A felkészülési meccsek sorát a Vasas és a Miskolc elleni találkozó zárja. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A tervek szerint még idén elkészül Vasmegyeren a település orvosi rendelőjének korszerűsítése. Az épület kívül belül megújul és jelentősen energiatakarékosabb lesz a munkálatokat követően. A fejlesztést 115 millió forintos topluszos forrásból finanszírozzák. A kis településen a közlekedési infrastruktúra is javult, leaszfaltozták a Vasvári Pál utcát, de tervben van a maradék 3 aszfaltozatlan utca szilárd burkolása is. Változó az idei almatermés Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, míg egyes területeken a fagy, más helyeken a szárazság tizedelte meg a termést, így közel 100 ezer tonnával lesz kevesebb a betakarított mennyiség, mint tavaly. Az étkezési igényeket azonban így is meghaladja a termés. A lengyel termőterületekről idén akár 1,5 millió tonna termés is hiányozhat, ez pedig a léalma felvásárlási árát növeli jelentősen.
Eszenyi Enikő szakmai vezetésével idén is várja az érdeklődőket Csengerben a Csak Fesztivál és Workshop. Az eseményt már 5. alkalommal rendezték meg. A kurzus ideje alatt a résztvevők megismerkedhetnek a modern, kreatív alkotó folyamatok sajátosságaival. Hétfőn a közönség a Viola című rövidfilmet láthatta, amelyet tavaly a kolozsvári egyetemistákkal forgattak a workshopon. Augusztus 6-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerdán ismét jelentkezünk majd a Vármegye legfontosabb történéseivel. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Szerdán folytatódik a túlnyomó rész napsütéses, eseménytelen időjárás. Az északi országrészben zavarhatja meg átmeneti mérsékelt felhősödés a napsütést. Napközben eső nem várható. Az ország déli felén lesz ismét a melegebb, míg észak-keleten a legkevésbé meleg. Térségünkben 26 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk a délutáni órákban.